Üdvözöljük közösen a királyt! Éljen a király! Megtartották a hagyományos királyi beiktatást a bátaszéki gimnáziumban. Bár az eseményt a tradíció szerint februárban szokták tartani, idén a koronavírus járvány akkori helyzete és a digitális oktatás fennállása miatt erre nem kerülhetett sor. Örülök, hogy visszajöhettünk, és nagyon féltem, hogy most ez a választás a mi életünkből ki fog maradni, mert számomra ez fontos volt, mert nővérem is királynő volt, és akkor én is akartam, hogy megválasszanak, tehát örülök, hogy vissza tudtunk jönni erre az utolsó egy hónapra. Srot Kingát 5 induló közül választották meg a diákok Eufrozina királynénak. Elárulta, nagyon boldog, hogy ő húzhatta fel a jelmezt, de ő is tartott attól, hogy ez a jeles esemény kimarad az életükből. Amikor novemberben meghirdették az online oktatást, akkor kétségbe estem egy kicsit, mert 11-esként szerintem ez sok ember életében nagyon fontos esemény a mai nap, és majd szeptemberben a koronázás is, és én féltem, hogy ez a mi életünkből ki fog maradni, de hála Istennek nem így történt, úgyhogy nagyon örülök. A diákok érdekes, vicces szonettekkel készültek a királyi párnak a beiktatásra, az uralkodók pedig a beszédben fogadalmat tettek mindarra, amit megígértek népüknek a kampányhéten, illetve jelképes jutalmakat és a királyságban elvégzendő feladatokat és az ezzel járó címeket osztották ki a diákok között egyedi, színes történetek elhangzása mellett. De nem maradhatott el az ilyenkor szokásos tanáravatás sem. És utasításait megfontolt lélekkel mindig betartom. Ilyen még nálunk nem volt, hogy egyszerre 5 új pedagógus lett volna, tehát most 5 pedagógus fog esküdteni, őket a király lovaggá avatja, illetve a királyné pedig a kitüntetésével, tehát az arcképükkel díszített kitüntetéssel fogadja be őket tulajdonképpen ebbe a közösségbe. Az igazgató hozzátette, idén nem volt lehetőségük a diákoknak versenyen szerepelni, de nagyon sok nyelvvizsga született ebben a tanévben, így az Eufrozina díjakat azok a tanulók kapták, akik emelt szintű nyelvi érettségit tettek, vagy nyelvvizsgát szereztek.